Sziasztok, srácok, itt vagyunk a Slime Rancher harmadik részével. És akkor szerintem kezdjük is onnan az előző részben abba hagytuk. Gyakorlatilag, hogy ott voltunk, hogy egy új területet akartunk éppen felfedezni. Feloldottuk azzal a nagy disznónak a kipukkasztásával, úgyhogy meg is vagyunk. Szerintem mehetünk is befelé. Nem tudom még, itt tudom, de nem biztos emlékszem arra, hogy mi az a terület, úgyhogy most egy kicsit én is újra felfedezem a játékot, de még mindezek előtt egy picit összegyűjtjük a portokat. Mert ki tudja, mennyi lóvé kell. Ugye ezt elmondtam, hogy mindig azonos számú portnak kéne lenni elméletben. Hát most a gyakorlatban nem így van. Lehet, hogy az előző rész végén egyel többet szopáltam be tőlük. Én nem tudom. Hát itt vannak a veszélyesek. Szerintem, hogyha ez... Hát, amúgy... És lehet, hogy azt fogom csinálni, hogy ez a karám lesz az első, ahol be fogom vezetni az autokollektort, vagy a plort kollektort. Itt van a zene egyébként. Ja, csak közben én meg radioaktív leszek. No, ennyi van most egyelőre, ahogy látom. De boldogok, tehát igazából gond nem lehet. És akkor igazából a mai részt lényege még szerintem kb. Az... Hoppá. Utalak. Hogy legyen egy jól működő farmrendszer. Tehát a farmot úgy értem, hogy zöldség, gyümölcs, chicken, ilyesmi, szóval... Ez hova visz? Ja, sehova. Ez jó, ez csak visszahoz. Oké, semmi. Egyébként itt erre lefelé is van még terület. Ezt most még egyre nem oldjuk fel, mert gyakorlatilag semmi értelme, meg hogy egyébként pénzünk is... Hát, alig van rá. De most lemegyünk és megnézzük a... Nézve felfedezzük az új területet, amit még ugye az előző rész végén próbálkoztunk. Csak már nem volt rá idő. Amúgy átállok a 25 perces részekre, mert azért a fél óra az elég sok idő, és egyébként konvertálásból is azért nem kevés időt veszel. És így értek el 5 perc is egyébként sokat számít, hogyha az ember konvertálni akar. Ott egy gold slime. Úgyhogy igen, átállunk erre. 5 perc lesz, 5 perc rövidebb lesz egy videó. Hát lesz, hát eddig is egy videó volt, amióta visszatértünk, úgyhogy meg ugye a live-ok. No, megnézzük, hogy milyen új slime-ok vannak itt. Egyébként viszek haza egy-két gyümit. Mert azért anélkül nem szeretnék hazatérni. Legrosszabb esetben is megetettem őket ugye nem is a kedvencükkel, tehát nem a kedvenc kajájukkal, hanem a... Hát gyakorlatilag ugye azzal, ami éppen a diétájuk, tehát a diétájukat, amit megesznek. És én mindig nem viszek haza ilyen víziszarokat, mert nincs semmi értelme, viszont gyűjtök vizet. Ott van például egy water plort. Puddle slime. És ugye ez a plortja. Igen, ez valószínűleg elég sokat ér, mert nagyon ritka. Tehát alapból ugye ezek a puddle plortok, slime-ok, gyakorlatilag csak vízbe jelennek meg, és semmiben nem lehet őket összepárasztatni, nem is tudom, hogy mondjam. Úgyhogy azért ezeknek a plortját megtartjuk. No, azok már összezabálták magukat. Tök jó. Ez micsoda, ez egy tebbi plort, az nem kell nekem. Q-berry, ebből is viszünk haza. Mert ha minden igaz, akkor ez az egyik kedvenc, ez a kedvence a... Hát most aztán meg nem mondom, hogy melyik slime-nak. És jó, belekevertem magam a csávába. Répa. Tréfa répa. És akkor szerintem megyünk egy picit tovább. Nem tudom pontosan, hogy mi van ezen a területen, viszont azt tudom, hogy lesz valahol egy pink slime, ilyen nagy. Ami gyakorlatilag mindent megeszik, tehát ergo lehet, hogy nem viszek hozzá egy darab gyümölcsöt sem, hanem neki adom mindent, ezt majd még meglátjuk. Azért most inkább gyorsan összegyűjtök egy csomót, wow. És hogyha esetleg nem lenne elég, illetve most, hogyha sok lenne, akkor tudok még belőle hazavinni a kis drágaságaimnak. Kérlek szépen, bocsánat, volt egy vágás. A telefonom volt. Ó, azokat elérem mindent. Te jó. Itt van a nagy szaros. Na kíváncsi, hogy ennek mennyi kell. Hogy gyarapodik, figyeld. Adagadt pofája. Nem kell már neki sok. Hát az. Kulcsot? Ah, a kulcsú.
annak egyébként valami szinten jobban örülök. Már csak azért is, mert... jaj, hogy zabálnak, nézd meg. Hát azért rágoztatok. Szevasztok, testvéreim. Kellenek ezek nekem? Kellenek a faszon. Ne újdni. Kérdés, hogy... aha, onnan jöttünk. Igen, ott volt a fa. Nagyon jó, akkor erre megyünk tovább. Wow. Erre emlékszem. Azt tudom, hogy itt ott fönn van valami... what is that? Treasure pod. Ha jól tudom. Ez például nem tudom micsoda. Jó, hát akkor gyakorlatilag szerintem ott egy tar slime. Gyakorlatilag ez a hely most így kb. Ki van merítve. Bár nem tartott túl sokáig, gyakorlatilag másfél percig se. Hát az ide 3 perc volt durván. Nagyon menő. Na jó, hát akkor... egyébként Foldim is nincs a játékban, azt nem tudom, mondtam már, tehát esélyben... ó, ott van benne egy treasure podja. Hát amit még úgy tudok kinyitni, tehát igazából teljesen mindegy, hogy van a... hogy nincs, jaj! Ez mi? Ja, jó, oké. Oké. Jó, mehetünk vissza. Tökéletesen elég volt, amit most itt eltöltöttünk. Idő. Wow. Mit csinálsz? Heh. Fuck. Hát... nem viszek oda, de attól még a portját összeszedem. Itt fikás a víz, vagy mi az Isten? Jövődni. Kíváncsi vagyok, hogy most éppen mennyi a... az értéke a padőportnak amúgy. Na jó, menjünk vissza. Aztán... adjuk le ezeket a dolgokat. Azt hittem, nem lesz izén... elég ugrásom. Igen, tudom, hogy most nem visszafele megyek, de kicsit begyűjtjük a mindennapi betevőket. Igyekszem egyébként egy új területet feloldani most, mert ugye ha minden igaz, akkor itt van egy ajtó. Viszont ez csak visszavezet a ranchre gyakorlatilag, tehát egy ilyen, úgymond egy ilyen vészkijáratot. Jaj, jó. Oldanék csak fel ezzel, arra viszont nem szeretnék vesztegetni kulcsot. Úgyhogy... inkább... menjünk tovább, és oldjunk fel még egy területet. Úgy. Egyébként relatíve jól állunk most, én azt mondanám. Oké. 30 répa már megvan, tehát az azt jelenti, hogy éhesek már nem lesznek, az biztos, főleg a vegák. Itt van egy kis csirkefarmunk, pár darab csirkével, meg itt még kijött egy pár, úgyhogy jó hely egyébként ide tenni a csirkefarmunk, mert ezen a részen abból nagyon sok pipinyó lesz, úgyhogy... ha megfogjátok a tanácsomat, akkor te teszitek. Ti mik vagytok? Fruit and meat. Akkor ez nektek kellhet. Ja, de nektek van a mangó. Jó, akkor semmi. Ha minden igaz egyébként, már megvan az a slime, aminek a kedvence a... Q-berry. Itt is van. Phosphor slime. Tehát gyakorlatilag pont jó helyen állok. Úgyhogy akkor adjunk nekik egy pár darabot. Így, né? Azt mondja, hogy ti mit szerettek nagyon engem mi? Megenni. Hogy né. Nagyszerű. Ezt a 6 darab pogófőtöt meg szerintem odaadom ezeknek. És tök mindegy nekik. Mennyi most? 79, nem is rossz. Jó. Elolvassuk gyorsan a leveleket, mert szerintem most jött egy pár. Egy egész darab készítől. Köszönöm szépen. Nagyon érdekes volt. Elég kevés retek van. Úgyhogy upgrade-ülünk egy picit a farmon. Oké. Ültetünk egy újat. Ezt leszedjük, szépen a mangók. Nem lassan esnek lefelé, de nem lassan, hanem azokat most. Oké. Ezen is upgrade-elünk. És újra ültetjük. No.
Odaadom a mangókat ezeknek. És akkor szerintem kezdjük el upgrade-elni a karámokat is. Elsőként Lord Collector. Autofeeder szerintem még nem kell. Ez még nem olyan nagyon fontos. Majd mutatom majd, hogy mit csinál a Lord Collector. Viszont először vegyük meg mindenhova. Ezt a Music Box egyébként, főleg nekik kell egyébként, ne robbanjanak annyit. Illetve ide is a Lord Collector, ouch. És hát még egy ide is akkor egyet. Nagyon jó. Hogy faszba került ki ide? Na mindegy. Nézzük meg, mit csinál a Lord Collector. Gombnyomásra, vagy akár egyébként időközönként is összegyűjti a portokat, ami az egész karámot illeti, és innentől kezdve mi ezt ki tudjuk innen szopálni, igazából. Semmi más nem csinál. Jó, ez is szerintem nem túl nehéz felfogni. Ennyi a lényege. Na most, amit még akarok csinálni, az gyakorlatilag, hát, most az jó kérdés, hogy hova. Szerintem ide lesz még egy farmunk egyelőre. Egy gardenünk. Amikor egyből rá is tesszük a dolgokat. És gyakorlatilag elkövetettünk mindent. És egy-két jó belétet ültetünk. Ez akkor is nagyon para egyébként. Na mindegy. Ezt bevágjuk nekik. Ezt ide betesszük, hogy fel tudja szopálni a kollektor. Így is van. És akkor gyakorlatilag, amit az előbb elbuktunk pénzt, tehát elbuktunk, mert elköltöttünk pénzt, azt szépen vissza is szerezzük. Tehát nagyon éhes, hogy látom, hogy egy élfiam. Úgy nem, még egy pár lövök. Oké. Okay. Hát most futunk szépen négy kört, már csak azért is, mert négy karámunk van. Egyébként tényleg ez a Boom és Honey keverék nagyon bejön, tehát látjátok, most is termel több mint egy ezrest. Semmiből gyakorlatilag. Ezeket neki se kéne szedni. Na mindegy, egyébként látom morcos, vagy ha... Mindegy. Egy ilyen Lord Collector egyébként 50 egységet tud elraktározni, tehát... 50 darab portot tud, egy darab, tehát ez is 50-et tud, meg ez is 50-et tud. Kivesszük ezeket, mert azért sokat érnek, és akkor szerintem a mellettem lévő jobb oldali karámot hagyjuk. Nem fogok még egy kört futkozni. Lesz kb. 3000-ünk szerintem, mert azért ezek elég értékesek. Így van, 2800 mondjuk. Ezeket a retkeket egyébként szerintem... Hú, ez kinek is a kedvence? Na, várjunk csak. Senkinek még egy őrakit megtaláltunk. Jó, hát akkor... Akkor egyelőtt betesszük ilyen free on hand-re, ilyen... mindenkinek szabadon elvehetőre. 24, hát akkor nem hagyjuk bent. Legyen ezért minden a követelőre lóvé. Úgy né. Az egy kulcsot most mindjárt fel is használjuk. Egyébként bocsánat, hogy most ennyi időt töltök itt a rancson, de ugye van mit tenni, ahogy látjátok. Jó, visszaállt egész jól a bankszámlánk. Ezeket belövöldözzük így minden merre. Répafalmat egyébként nem fog ültetni szerintem, mert gyakorlatilag semmi értelme. Fűtöd meat, akkor nektek ez nem kell. Meg meat and veggie. Oké, mehetünk kalandozni. Elmegyünk most... Várjunk csak! Ezt még nem is mutattam egyébként. Működik ez a szar egyáltalán? Help me out and I'll make sure you get what's owed. Mi kell neked? Ötretek meg két ilyen port. Gyakorlatilag ez... Úgy, ahogy van, ez meg lehet. Amúgy. Egy.
kizabáljam még egyet. Kösz. Na. Gyere be. Hogy kettő. Wow. Megnézzük, mire jó ez a masina. Tökéletes. Kaptunk UK-UK-t, illetve ott onnyan. Ez mind a kettő nagyon-nagyon jó. Ott onnyanből egyébként lesz répa is. Yeah, exchange offline. Ide tesszük ezt a másik UK-UK-t, mert egyébként ez, erre már megvan az a kedvenc. Illetve megvan az a slime, aminek a kedvenc az UK-UK. Nem tudom, értitek-e. Ők is ilyen földből kinövős dolgok. És ha már itt tartunk egyébként, az előbb gondolkodtam, hogy hova lehetne elraktározni a dolgokat, amiket nem tudok hova tenni. Egy silóba. Nem kell mit fejleszteni rajta egyelőre. Egy storage-ot adunk hozzá maximum, és akkor lesz gyakorlatilag két helyünk. Kész. Egyébként lehet, hogy már három dolgot is lehet hozzáadni. Activate. Aha. Nagyon jó. Három dolgot lehet már hozzáadni egy silót. Ezt nem is tudtam. Annó, amikor még játszottam, akkor gyakorlatilag egy helyet lehetett hozzáadni. És utána meg már csak kellett növelni a storage-et. Na mindegy, amúgy is megtelik egyébként, tehát teljesen. Tehát azt szerintem, hogy egy csillóba 12 hely lesz, ez nagyon jó. Az igen, mennyien vagytok. Na mindegy. Próbáljunk meg egy olyan helyre eljutni, ahol mi nem voltunk. És őszinte leszek, nem tudom, hogy most hol lehet olyan hely. Megnézzük a mapet először is. Aha, tudom már. Elmegyünk itt a kristályos dolgokra. Hát csak azért is, mert ugye ott volt egy olyan jump, amit onnan nem csináltunk meg. Pont azért, mert nem volt meg a jetpackünk. És akkor ezt feloldottuk, ugye? A legutolsó kulcssal. Ne újni. Ouch. Egy nagy dagadt. Egyébként hát majd hozunk neki egy-két répát, ezt nem megöljük a faszba. Jó, menjünk. Mindjárt oda is érünk egyébként. Megnézzük itt, mi van ott fönt. Nagyon régen jártam már erre. Jó, egy pogo fruit. Meg szerintem itt bent kell még lennie egy-két dolognak, ha jól emlékszem. Szerintem itt lesz valami kristál dolog. Aha, itt vannak a kristál slime-ok. Ezek kellene nekem. Úgyni. Ez az, ti kelletek nekem, babáj. Összeszedek egy 10. Egyébként az őszportjuk nagyon értékes. Tehát ezt egy előrejáróban mondom. És egyébként elég veszélyesek, szóval 12 darab bőven elég belőlük, sőt még sok is. Úgyhogy megyek is. Viszont azt még nem tudom, hogy mivel fogom őket párosztatni, vagy hát egy ömöld összeütni. És kint is vagyunk. Jó. Tudjátok mit, viszünk haza egy-két ilyen slime-ot is. Megértünk már rá. Egy-két puddle slime-t hazaviszünk. Ez mi? Ez is puddle port, jó. No, fussunk neki akkor ennek az ugrásnak. Illetve hát ilyen repülésnek. Nagyszerű. És nem tudom, azóta csináltak-e itt ezzel valamit. Mert azt tudom, hogy itt régen... Huhu! Idegesek. Szóval tudom, hogy itt régen under construction volt. Igen, átépítették, nagyon jó. Mi lett itt? Mert ez a terület még nekem is új egyébként. Most visszakerültem a... nem értem. Hol vagyok, gyerekek? Semmi, faza. Aha!
Így visszamegyünk a rancsra, hogy látja, láthatjátok a logóból, hogy visszamegyünk a rancsra. Tehát ezt viszont még nem szeretném. Még egyszer el kell ide futni, akkor tökön szóra magam. Sem. Ó. Egy uka-uka. Bár már nem kell egyébként. Az igen, ez a nyakam, nagyon megette a csirkét. Van még egy... treasure pod. És akkor szerintem így jutunk vissza oda, ahol az előbb voltunk, bár aztán franc tudja. Hát nem. Vagy de? Aló. Aló, megy. Aha. Most itt mi van? Valószínűleg itt is treasure pod lesz amúgy, csak nem akarok beleesni a vízbe, mert az nem tenné jót a lelkemnek. Itt van benne nagy slime. Ez a környék már ismerős egyébként, de hogy hol vagyok, azt meg nem tudnám mondani nektek. Jó, itt semmi nincs, akkor nem ismerős a környék. Minden se lehet baszni egyébként, csak mondom. Inkább hagyom egy picit, hogy töltődjön a stamina, mert nem szeretnék itt megdögleni. Tehát az ok, amiért idejöttem, az gyakorlatilag ez a rész, ahol ugyanúgy meg kell tetni egy ilyen nagyszaros, csak arra voltam kíváncsi, hogy ez micsoda. Erre a részre nekünk elég gyorsan át kéne jutnunk, illetve szerintem... Hát erre a következő részben szerintem sort is fogunk keríteni, vagy az utána lévő részben, inkább az utána lévő részben. Már csak azért is, mert elég fontos lenne, hogy oda minden hamarabb átjussunk. Ide kéne elteleportálni valahogy, úgyhogy most ezt meg is tesszük. És egyébként még mindig van egy kulcsunk, amit nem használhatunk fel, lehet, hogy ebbe ez... Mit van? Szóval erre, ebben a részben nem is fog sor kerülni. Erre voltunk az előbb, ugye? Nézzük, hogy most már vagyunk. Igen. Jó, hát akkor gyakorlatilag... Oké. Fogunk még egy pár paddle portot. Ha tudunk. Ouch. Itt többé az, hogy nem lesznek már egyébként. Úgyhogy... Hát jó. Akkor visszamegyünk a rancsra. Viszonylag gyorsan. És meg is jöttünk. Na most, amit így előjáróban kéne, az itt ezt nagyon gyorsan eltakarítani, mert ha valamelyik kijön innen, akkor az nekem szopó. Ne robbanjatok már ennyit, könyörgöm. Úgyhogy megnézzük, hogy a paddleport mennyit ér most. 79, még mindig. Jó. Ezt eltakarítjuk innen, mert az így nagyon nem pálya. Belőjük oda. Ezek még jó vannak, hát persze semmi gond. Oké, 15 mangó. És itt az ideje egyébként akkor az autofeedereket is feltelepíteni. Ezek viszont arra jók, amint kitalálom, hogy hol vannak, hogyha belősz nekik, itt egy darab kaja van, belősz nekik egyfajta kaját, akkor az gyakorlatilag időközönként fogja adagolni nekik. Nyilván a zöld ugye lassan, a látjátok a technőségeként nagyon-nagyon menő, a sárga közepesen gyorsan, a piros pedig nagyon gyorsan fogja. Hagyjuk meg egyre zöldön, mert nem kell még, hogy sokat adagoljon nekik. És akkor valahogy szerintem telepítsük le ezeket a crystal slime-okat, viszont azt nem tudom, hogy mivel. Én egyébként őszintén ezek honeyra gondoltam. Már csak azért is, mert ugye alapból a crystal slime-nak a diétája milyen zöldségek, a honeynak pedig gyümölcsök, és gyakorlatilag mind a kettőből bővelkedni fogunk. És a crystal slime-nak ugye a slime-nak az odonja a kajája, amiből nekem kevés lesz. Az biztos, már csak azért is, mert ha megnézitek, nem nézitek meg, mert nem ültettem mi, jó mindegy, akkor majd legközelebb. Szóval az anyag, hogy az odonjának alapból nagyon kevés a... Tehát egy ilyen, mint 15-ötösével terem, ugyanúgy, mint az összes többi. Viszont... A látásra. Viszont a... Az alapból a 15 darabból mondjuk 3 vagy 4 maximum odonjan. A többi az répa. És azért az annyira nem vicces, hogy szenvedsz érte egy fél órát, amíg kinő, utána meg hát kb.
kapsz lófaszt a seggedbe. Így konkrétan. Úgyhogy... nem hiszem, hogy ezt most így bevállalom. Telepítsük le ide szerintem a... slime-okat. A puddle slime-okat. Amire egyébként figyelni kell, hogy ezek nagyon kevesen szeretnék csak élni. Tehát így... jó, ez a max víz. Tehát szó szerint nagyon kevesen, tehát ilyen 5 vagy 6 asszem a maximum. Utána az orrukon megjelenik egy ilyen piros kis szar, és az azt jelenti, hogy nem termelnek több plortot egyáltalán. Ezek nem esznek semmit, vízzel táplálkoznak, csak vannak magukkal. Eljöttek ide, mit tudom én, 2 havonta egyszer, aztán begyűjtitek azt a pár plortot, amit éppen fosnak. Ennyi velük a teendő. Menjünk vissza Orange-ra, és telepítsünk fel egy autofeedert a Phosphor Slime-okra is, már csak azért is, mert bővelkedek Q-Berry-vel. Tökéletes. És utána pedig a mangókat is szépen. Még nem adagolt. Egy darabot azért nem ártam nekik adni. Egyet belőlünk egy párat nekik, 10 darabot mondjuk, és aztán szépen feltelepítjük az autofédert. Így. És hát igazán az úgyse adjuk nagyon másnak, úgyhogy... fasza. Úgyhogy az okaukát kivesszük. Így. Na most a Crystal Slime-oknak még mindig nincsen tesója. Az okauka az kinek a... kedvence. Ah, a Red Slime-oknak. Akkor a tiétek lesz ez. Autofeed ide is. És már mehetnek is a... az ukókák majd a Hunter Slime-ok lecsillapítására. Egyébként őket majd szerintem beköltöztetjük oda. Majd megmutatom, hogy miért. Addig viszont megpróbáljuk még ezt a Crystal Slime-ok hadát elhelyezni valahova, amit egyébként nem biztosan meg fogok tudni tenni, már csak azért sem, mert nincs lóink. Úgyhogy most ezt fogjuk, begyűjtjük, Out of the Collector, Plot Collector. Nagyon jó dolog, hasznos. De mindenképp melegen ajánlom. Te mitől vagy te ilyen éhes fiam? Jó, akkor tegyük közepesre, hát mindegy, hogyha nem lövöldöz cuccokat, akkor nem éri meg. Azt hiszem a többit közepesen is hagytam, igen. Mert ugye ők többen vannak egy picivel. Legyetek egyébként a Crystal Slime-nak a plortja. Majdnem 100-at ér. Tehát azért nem véletlenül mondtam azt, hogy ez megéri. És egyébként azért is fogom szerintem őket Red Slime-ok, Honey Slime-okkal... hát... nem zeni. Mert... teljesen más az étrendjük, de ezt ugye már mondtam, hogy gyakorlatilag nem éri meg ugyanazokat a slime-okat ugyanazzal az étrenddel. Itt a slime-okat ugyanazzal az étrenddel párosztatni. Egyébként ez a beszéd téma nem nagyon megy ma nekem. Azt nem tudom, nyilván észrevettétek. Na. Elkövettem azt a hibát, hogy gyakorlatilag minden honeyplortot belőttem a dolgokba, hogy lóvét kapjak. Úgyhogy ideiglenesen akkor még hagyjuk a Crystal Slime-okat a helyükön. Illetve úgy hagyjuk, hogy csinálnánk egy karámot, és ott hagyjuk őket egyedül. Most nem lesznek éppen kis tesójuk. Ez a karám pedig ott lesz majd bent egyébként ott. Viszont azt begyűjtjük ezt az egy plortot, hogyha valamelyik tényleg valamelyik kiszabadul és megnézni ezt az egy foszfor plortot, akkor gyakorlatilag az egész farm bukik, úgyhogy... vagy rancs, hogy miattak ez. Úgyhogy erre nagyon-nagyon kell figyelni, tényleg nem véletlenül hangsúlyozom annyira. És utána szerintem végé is egyébként a résznek. Hát ezeket még begyűjtjük itt, azért biztonság kedvéért. És itt lesznek az én drága... Eyeball, Music Box, Airnet, Plort Collector, Autofeeder. Igen, ennyi pénz kell egy normális karám megalkotására. Ide ezeket belövöldözzük,
És ugye mivel vegetárián, csak azért összegyűjtünk nekik egy pár répát. Egészen pontosan 14 darabot, ugye 12 kell, 12-en vannak. És akkor megetetjük őket. Mindenkinek egy. És ezért mondtam egyébként, hogy vigyázni kell velük, mert pak. A kis tüskeik szúrnak. Úgyhogy... alattam most is álltak ezek. Vagy hát slime-ok. Bepakolunk még a silóba. Pak! Na jó, az jól sikerült. Összegyűjtjük még itt a csirkéket. És szerintem megköszönöm már a figyelmeteket, a következő részben találkozunk. Sziasztok!